helyes válasz a C, az 1902. A mérkőzés pontos dátuma 1902. október 12-e. Ekkor az osztrák válogatott ellen játszottunk, akiktől 5-0-ás vereséget szenvedtünk. A mérkőzés helyszíne Bécs volt. A helyes válasz pedig a B, az 1912. Az 1912. évi nyári olimpiai játékokon a magyar labdarúgó válogatott 2 győzelmet szerzett, és ezzel az 5. helyen zárta az 5 karikás játékokat. A helyes válasz az A, azaz 1952. A Helsinki olimpia labdarúgó döntőjében a magyar válogatott Puskás, illetve Cibor góljaival 2-0 arányban legyőzte a jugoszláv válogatottat, és ezzel megszerezte története első olimpiai aranyát. A helyes válasz pedig nem más, mint a C, azaz 13-1. Válogatottunk ezt a nagy arányú győzelmet 1926. június 12-én aratta Budapesten a francia nemzeti csapat ellen. A helyes válasz pedig nem más, mint a C, azaz Puskás Ferenc. Puskás öcsi bácsi 85-ször szerepelt a magyar válogatottban, és 85 fellépése alkalmával nem kevesebb, mint 84 gólt szerzett címeres mezben, mivel a mai napig a magyar labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb játékosa. A helyes válasz pedig az A, azaz az ezüst. És a magyar labdarúgó válogatott nem is egyszer, hanem 2-szer is ezüstérmet szerzett a labdarúgó világbajnokságok történetében. Először az 1938-as franciaországi világbajnokságon, ahol a döntőben az olaszokkal szemben maradt alul a nemzeti csapat, majd az 1954-es svájci világbajnokságon, ahol a döntőben az NSK-val szemben szenvedtünk vereséget. A helyes válasz pedig a B, azaz Hidegkúti Nándor. Az MTK stadionját 1912. március 31-én adták át, akkor még Hungária körúti stadion néven. Új nevét, azaz a Hidegkúti Nándor stadion nevet 2002 óta viseli az MTK stadionja. A helyes válasz pedig a B, azaz 3. A válogatott Pintér Attila irányításával kezdte meg szereplését, majd őt követte a kispadon Dárdai Pál, aki a Hertát, illetve a válogatottat egyszerre irányította. Végül a német Ben Stor kezei alatt jutottunk ki az Európa bajnokságra, ahol egészen a 8. döntői menetelt a nemzeti csapat. A helyes válasz pedig a C, azaz öngól. Nikolic beadását követően a menten igyekvő izlandi védő Sævarsson továbbította saját kapujába. Érdekesség egyébként, hogy ezzel a mérkőzéssel vált biztossá a magyar válogatott számára, hogy folytatja 2016-os Európa bajnoki szereplését. A helyes válasz pedig a B, azaz Svédország.
Király Gábor a svéd nemzeti 11 ellen játszotta utolsó válogatott beli mérkőzését, melyel kapcsolatban érdekesség, hogy legendás hálóőrünk ugyan kezdőként lépett pályára, de már 28. percben lecserélték. Lecserélését követően hatalmas tapsvihar fogadta. Írjátok meg kommentben, hogy tetszett ez a videó és hány pontot értetek el. A leírásban megtaláljátok Facebook, illetve Instagram elérhetőségeinket is. Sziasztok!